Én azt gondolom, hogy olyan szinte mindenképp nyugvó pontra jutott a térségben a hulladék gazdálkodás, hogy nem kell külön Dunántúlról beszélnünk, nem kell külön vertikálról beszélnünk, nem kell külön Dél-Szolgóról beszélnünk, hanem beszélünk egy olyan egységről, amiben mindenkinek meg kell találni a helyét, meg kell találni a fenntarthatóságát és a gazdaságosságát. Ferenc Kornél, a Vertikál Nonprofit ZRT igazgatósági elnöke tartott beszámolót a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetéről és az elmúlt időszakban történő változásokról azon a találkozón, amelyet második alkalommal szervezett meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző cég. A találkozón, amelyen az együttműködő partnerek és a térség polgármesterei is részt vettek, bejelentették, hogy a közeljövőben 14 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések a fenntartható és a környezetbarát hulladékgazdálkodás érdekében. Ugye egy önkormányzati társulásnak a pályázatáról beszélünk, amit az önkormányzat most fog elindítani közbeszerzéseket, és ezen keretén belül fogja megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a térségben hulladékgyűjtő edényzetek, kukásautók, feldolgozó rendszerek tudnak megépülni, aminek nyilván az üzemeltetésénél, a szolgáltatás biztosításánál a Dunanet is szereplőként szerephez fog jutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez úgy mindannyiunk örömére fog ez a fejlesztés megvalósulni. Galambos Dénes, térségünk országgyűlési képviselője azt mondta, a Dunanet Nonprofit Kft. A Vertikál cégcsoporton belül fontos szerephez jut a 14 milliárdos fejlesztésnek köszönhetően, amelyből néhányat a képviselő már fel is vázolt. De már a 18-as év azzal fog kezdődni, hogy személygyűjtő gépjárművek, tehát többféle szemét, tehát kommunális szemét, zöld hulladék irányában való lépések, járművek beszerzése, eszközök beszerzése, és végre abban az irányban indulunk, hogy nem csak a kommunális hulladékot, hanem a zöld hulladékot és a szelektív hulladékot is nagy hatásfokkal lehet majd gyűjteni. Ehhez majd hozzávárosulnak előkészítő szemétválogató udvarok, tehát egy nagyon komoly innovációt is igényel. A találkozón jelen volt Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke is, aki többek között a közszolgáltatók működésének tekintetében 2012 óta bekövetkezett változásokról beszélt. Az elmúlt 5 évben jelentősen csökkent a szolgáltaták köre, a víziközmű esetében 400-ról 35-re, és a hulladékkezelésben is több mint 400 szolgáltató volt, ma pedig a 21-ről beszélünk. Megtörtént az integráció, csökkent a rezsi, és mint említettem, minőségében is javult a szolgáltatás. A jövő évben pedig azt tervezzük, együttműködve a minisztériumokkal és a fejlesztési forrásokkal, hogy jelentős beruházások valósulnak meg a térségben is. Itt az előadáson elhangzott részletesen 14 milliárd forint összegben a térség kap fejlesztési forrásokat. Még idén ez a pénz megérkezik, és reményeim szerint hatalmas fejlődést látunk majd. Nem csak a kukák számában, az autók számában, hanem az eddig lerakott hulladékot majd újra lehet hasznosítani, az újrahasznosítás során energiát lehet előállítani, tehát egy körforgásban szerintem mindenki jól jár. A Vertikálhoz 181 település közszolgálati ellátása tartozik, mintegy 600 ezer ingatlan használó. Ehhez 5 lerakóval, 7 komposztálóval, 4 szelektív válogatóművel rendelkezik. Előírás az is, hogy a közszolgáltató csak non-profit alvállalkozókkal dolgozhat. Ilyen alvállalkozóként végzi városunkban és környékén is a szolgáltatást a Dunanet Nonprofit Kft., valamint a Dél-Szolg Kft. Ezekhez 43 település ellátása tartozik, 3 hulladékudvarral, 2 lerakóval, több mint 150 hulladékgyűjtősziggettel.